Szeretné családtagjait otthonában gyógyítani? A Safe Laser segít önnek ebben. A pelenka kiütéstől a nagypapa hátfájásáig, valamint a házi kedvencek betegségeinek kezelésére hatékony megoldást nyújt. Manapság már a háztartás fontos része, mint a lázmérő vagy a C-vitamin. Safe Laser a családgyógyító fénye. Részletes információ www.safelaser.info. Nagyon szeretettel köszönjük a kedves nézőket, vagy köszöntünk benneteket. VNTV-t, a Vivanatúr a televíziót láthattuk, ezen belül is a másunk szeretett társalgás adás sorozatunkat. Horány Ágival beszélgetünk. Szia Ági! Szeretettel köszöntelek én is, és a kedves nézőket is. Ma lélektesókról, lélekcsaládokról, ezt a lélek témát járjuk körül, és felvezetőben azt szeretném elmondani, hogy volt egyszer egy meditációm ezzel kapcsolatosan halottak napján konkrétan, amikor is meghívtam azokat a lelkeket, akikkel én valaha kapcsolatban álltam, és majd ezt követően közösen velük visszautaztunk ahhoz az ősforráshoz, ahonnan a lelkek származnak, és írtam is akkor egy kis cikket erről, hogy a lelkeknek nincs arcuk. Olyan szempontból, hogy amikor már nem itt a földi létezésben vagy, hanem csak közösen mentek, akkor egy nagyon érdekes alakzatuk van, de senkinek nincs már Jóska Pista, anyám, apám arca, hanem a lélek testvérek azok szinte teljesen egyformák. És amikor ide leszületünk, akkor nagyon sokunknak fölmerül a kérdés, hogy akkor én nekem most ő lélektestvérem, lélekcsaládtagom, amikor belekerülnek egy partner kapcsolatba, és nem mindig jó az, akkor ugye, akkor hát a lélektársamnak én ezt elfogadom, meg tehát kennek rá dolgokat olyasmire, ami nem feltétlenül a lélektársal kéne összekötni. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy először is hova kell ezt tenni, ezt a fogalmat, hogy lélektárs, lélektestvér, és feltétlenül fogalmaznánk meg, hogy velük milyen kapcsolatban kell lennünk. Ő a simogatós, aranyos Eteten Pistikét, mert én vagyok a lélektesukája, vagy a lélektársa nagy szerelem a kapcsolatban, vagy aki emelgeti a nadrágot a popsim alatt, és terelget az utamon. Tehát hogy kell ezt az egész lélektársat, meg lélekközösséget elképzelni? Én visszatérnék még az első bevezető meséthez. Mese? Ez tapasztalás volt, kérem. Nem mese. Amikor nem volt arcuk a lelküknek, hogy a lélek az valóban ez egy energia, egy információt hordozó energia, ami nagyon sok feladatra vonatkozó információt tartalmaz, és ezeket az információkat a lelkünkön keresztül mi hordozzuk magunkban. És amikor ezt éljük meg, hogy lelkitársaink vannak, meg ő biztos a lelkitársunk, meg ő biztos az egyéb lelki kategóriába tartozó kapcsolatunk az életben, akkor ezek az információk, ezek azok, amik minket összerántanak, egy, ne adj Isten, egy közös feladat megoldásának az erejéig, vagy esetleg egy egész életútig. És amikor valaki úgy érzi, hogy a lélektársával találkozik, vagy felmerül már benne ez a gondolat, ez egy nagyon jó hír, mert akkor ő már valószínűleg foglalkozik azzal egyáltalán, hogy van lelke is. Hogy akkor már nem csak egy ilyen fizikai formátumával, csak a fizikai testével és az egójával foglalkozik, hanem már valami többet érez az adott ember felé, érez valamit. És amikor már valakiről azt tudjuk érezni, hogy a lélektársunk, akkor ez már egy magasabb rezgés szinten, egy energia szinten történő kapcsolódás. Ez leginkább egyébként a szerelemhez köthető, amit mint a fizikai test szokott érezni. Mit engedek meg a lélektársamnak, amit nem engedek meg más embernek? A lélektársal elkezdünk egy azonosságot érezni. Uh-huh. A lélektárs az talán egy a leghétköznapi értelembe véve egy olyan megfogalmazás, akivel mi azt gondoljuk, hogy hú, ő ugyanazt a sorsot, egy sorstárs, aki ugyanazt az utat járja, mint én, és egy ilyen rokonszenvet kezdünk érezni iránta. Na most ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy lélektárs, de ha azt az aspektust vesszük figyelembe, hogy ugyanazt a feladatot ugyanazon a helyen dolgozunk, mondjuk, és ugyanazokat a dolgokat hajtjuk végre, ugyanazt úgy éljük meg azokat a dolgokat, amik az életünkben előfordulnak, akkor elkezdünk rokon szenvezni vele, elkezdjük egyeztetni ezeket a közös tapasztalatokat. Na most a lélektárs azért egy kicsit komolyabb ettől,
mert nem feltétlenül azok a lélektársaink, akikkel egy munkacsoportba keveredünk valahol, vagy egy buli részt veszünk, és akkor már mindannyian lélektársak vagyunk, mert itt rájövünk, hogy te is ugyanabban az iskolában jártál, meg te is ugyanúgy ismersz valakit, hanem a lélektárs az egy komolyabb feladat, egy küldetés. Lehet egy olyan helyzet, amikor már szerződés, talán egy életszületés előtti szerződés, egy megállapodás történik a lelkek között, hogy ők valamilyen feladatot végre fognak hajtani. Talán a legtisztábban a lélektársba, a lélektársi fogalomba én a családot tenném, azokat az embereket, akiket nem tudunk lecserélni. Mégis ugyanazt a helyzetet tapasztalják mindannyian, mondjuk van két testvér, ugyanattól az apától, ugyanattól az anyától, egy gyalomból születnek meg, és szépen zajlik az élet, tudjuk, a gyerekkoruk, kamaszkoruk, elkezdődik a karrier, a felnőttkor, és valahol, amíg ki nem repülnek ebből a fészekből, gyakorlatilag teljesen ugyanazokat a tapasztalatokat szerzik, teljesen más személyiségként, más módon. Ők egy lélektársak, vagy a szüleink, azok az igazi lélektársak, akiket nem cserélhetünk le. Hogyha kikerülünk a családi fészekből, akkor is létrejöhetnek ilyen lélektársi kapcsolódások, egyéb szerződések. Mindig ezt a szerződés szót használod. Mi van, hogyha az a lélek, az egyik lélek fölrúgja a szerződést, amit én úgy érzékelek, hogy fölrúgja a szerződést, de lehet, hogy mint lélektársként neki az a dolga, hogy engem újságbe rúgjon, és azt én úgy értékelem, hogy a lélektársi szerződést rúgja föl. Hogy kell ezeket értelmezni? Jön a dublőr. Jön a következő Aha. személy. Tehát, hogyha nekünk van egy feladatunk itt a Földön, és nem oldjuk meg, vagy oldogatjuk csak, és nem veszük észre, akkor addig jön egy új szereplő, tehát megvan a többi szerződés is, hogy ki az, aki akkor ezt folytatni fogja, amíg ezt meg nem oldjuk egészen addig ezt a problémát. Illetve attól függ, hogy ez az illető lelkitárs, az milyen formában rakta ezt le ezt a feladatot, mert hogyha ő lelki szinten, tudatossági szinten eljut odáig, hogy ő neki ilyen és ilyen feladata van ebben az életben, akkor ő neki megvan a lehetősége valóban, hogy ezt letegye, ezt a feladatot, és ezáltal téged is tehermentesíteni, fel tud szabadítani ez alól a feladat alól. Tehát ez valószínűleg így volt, ha az egyikük felébred, erre szokták mondani, hogy felébred, ráébred, és már rálát az ő feladataira, akkor gyakorlatilag akár az egyiknek elegendő lehet az, hogy ő kiszáll ebből a játékból, tudatosan megérti, és utána a másiknak már gyakorlatilag okafogyottá válik az a szituáció és az a szerep. Ez persze megint csak annak a függvénye, hogy ez vajon mind a két fél részéről megoldható-e így, vagy valakinek mindenképpen végig kell járni azt az utat, és nem kerülheti el. Miért kötjük a lélek testvért, lélektársat például párkapcsolathoz? Tehát, hogy miért? Ugye, mert a párkapcsolatban benne van már egy dualista földi szexuális aspektus is, a nemek ellentétje, a hormonális hatás, stb. Ami pontosan nem, hogy a tisztánlátást engedi meg a lélektársi viszonyba, hanem bekavarja a földi létsíkot az összes érzelmével és befolyásolásával. Egyrészt úgy élem ezt meg, hogy mivel születésünk előtt mondjuk létrejött egy szerződés, ezért megjelenik egy szerződés is ebben az életben. Tehát valahonnan innen lehet tudni azt, hogy közöttünk van-e valamilyen munkafeladat, amit szerződésben esetleg megegyeztünk még korábbi életekben, akár karmikus adósságunk van egymás felé. Ez megnyilvánul konkrétan az ebben az életben is, ez a szerződés, egészen konkrét fizikai formában. A párkapcsolat pedig igazából a legnagyszerűbb lehetőség, ugye valószínűleg, hogyha az ember ügyesen csinálja, és tényleg úgy meg akarja őrizni ezt a párt, a párját, ezt a párkapcsolatot fenn akarja tartani, azért többnyire sokáig dolgozik az ember. Ott is jön a dublőr, ez egy elég hosszú ideig, jöhet a dublőr itt is, elég hosszú időre szóló szerződés. Azért egy házasság az most nincs kikötve, hogy mondjuk 5-10 évre szól. De ezek mind a földi síkú játékok, na de, ez a házasság. Így van, de miért jó a párkapcsolat? Igen. Mert többnyire azért ezek a... Amikor a lélektársunkkal találkozunk, akkor azt az érzést érezzük, hogy hú, én ismerlek, én már 1000 éve ismerlek. Jön már egy ilyen magasztosabb érzés. Nem mindig, ez most a családon kívüli. Aha. Ez a párkapcsolati kérdésre a válasz. Ott, nehogy Isten, egy nagyon akármennyi ideig tartó szerelemérzet jön létre.
A szerelem pedig azért ez egy nagyon nagy csodálatos érzés, ami a párkapcsolaton keresztül akár fokozható is, és ez a szerelem az nem más, mint az az energiaminőség, ami a legközelebb áll ehhez ahhoz a fajta szeretethez, amit mi forrás energiaként, forrás állapotként tudunk megélni, és ez a szerelem, ez a legkönnyebb út lehet, ami elvezet ahhoz, hogy mi rálássunk az igazi feladatunkra, az igazi küldetésünkre. Érdekes dolog, mert ugye ezt is egyszer beszéljük ki, hogy hányféle szerelem van. Tehát, hogy mi a gazdasági endorfin, meg mi az igaz szerelem, meg tehát, hogy a hiánytérből indított szerelem, a félelemtérből indított szerelem, amikor csak ki akarok kerülni egy bizonyos szituációból, és elhiszem magamról, hogy szerelmes vagyok, de közben nem is abban az ember vagyok szerelmes, hanem a szerelem érzésében vagyok szerelmes, ami kivezet bizonyos szituációból. Ez nem ennek az adásnak a része, de egyszer gyúrjuk meg ezt a témát, mert... Igen, ez egy jó kérdés, mert lehet-e szerelmet egyáltalán csinálni? Hát, tehát, hogy azért maga, ha a szerelemhez egy érzést, egy energiát teszünk, akkor az vagy jön, vagy nincs. Tehát becsaphatjuk magunkat. Meg fölgerjesztheted magad egy életen át. És különösen ez a lélektárs ikerláng, ez most egy kultusz, egy nagy misztikum lett azoknak a körékben, akik spirituális útra lépnek, akik elkezdik a lelki útjukat tisztogatni, megismerni. Ahogy tisztulunk, és nő a rezgés szintünk, egymást segítjük ezen az úton, és ahogy nő ez a rezgés szint, ez a szeretet érzésbe, hogy a szeretet térbe kezdünk bekapcsolódni, ez a legkönnyebben a szerelem érzésével téveszthető össze. És például, akik spirituális úton keverednek egymás társaságába, valószínűleg már abból a célból, hogy a lelki útjukat egy kicsit egyengessék, ők nagyon könnyen beleeshetnek ebbe a tévedésbe és ebbe a hibába, hogy szerelem érzéssel tévesztik ezt össze. És ez a szerelem érzés, ez utána megint, amíg egó szinten megmarad ez a kapcsolat, és bele akarják tuszakolni egy normál, hétköznapi, földi értelembe vett párkapcsolatba azt, ami velük történik, ezt a nagyszerű érzést, akkor az nem valószínű, hogy fog működni. Tehát a birtoklás és mindenféle aspektusai a szerelemnek az nem szerelem, az egyfajta alkuszerződés. Igen. Tényleg nem menjünk ebbe a dologba bele. Nekem, amit mondtál, a szerelmes Isten fogalmazódott meg. Ugye, hogyha minden a teremtő által a legszeretetteljesebb szempontból alakult ki, amikor benne vagy a szeretet állapotába, akkor egyszerűen szerelmes vagy abba az állapotba, és ezért van a szerelmes Isten fogalma, mert ő az egyetlen olyan alkotó, és nem létezőt mondtam, aki ítélkezések nélkül képes a teremtményeit megfigyelni. Neki egy dinoszaurusz, egy ember, egy fa, egy fűfa virág, ugyanolyan gyönyörűség, mint bármi más, csak mi teszünk különbséget hozzá. Belé szerelmes vagyok, téged ezért nem szeretlek, mert csúnya nagy arcod van, rossz órod van, büdös, stb. Ítélkezünk, de az igazi, amikor lehántod ezt a sok baromságot, akkor valóban ott van a tiszta érzés, a szeretet érzése. Abban nem értünk nagyon egyet, hogy ez feltétlenül a lélektársi kapcsolatnak a szerelmi kapcsolattal össze kell fonulni. Lehet, hogy erősíti, de sokkal hamarabb egyébként arra jó, hogy ki is derül, hogy ez valóban igazi lélekkapcsolat, vagy a hormonok tánca volt, amit rákentünk a lélekkapcsolatra. És én azokat a barátságokat szerettem, amikor annyira szeret már az a barátom, hogy belerakja a képembe azt, amit nekem hallanom kell. Hát mindenki tükör. Egy édes, drága, törős tükör, így van. Mindenki tükör, és akit mi ráadásul lélektársnak tudunk megélni, az is kettőféle tükör lehet. Ugye az egyik típusú lélektárs, az lehet ugye ez a rokonszenves fajta, hogy ő pont azt az oldalát, abban van benne is több. Ugye nagyon sok a lélek azonosság közöttünk, és nagyon sok dologra ugyanúgy rezgünk. Ez azt jelenti, hogy ha én téged néznek, és az én téged szépnek találok, és okosnak találok, akkor te egy olyan oldalamat mutatod, és tükrözöd vissza, és én ezért nagyon tudlak téged kedvelni. De hogyha te egyszer csak bemérgesedsz, és beszólsz nekem valamiért, hirtelen előjön egy haragvó, egy mérges, egy szigorú István, vagy valami olyan helyzet áll elő, akkor én lehet, hogy elkezdek rád haragudni, de közben nem ez az igazi lényeg, hanem amit én tudok rólad gondolni, ami engem rosszul érint, az ugye az engem bánt, hát az én vagyok, én oldalam. Te nem is feltétlenül akarsz engem bántani, hanem van egy szituáció, ami közöttünk létrejön, és megmutatod kőkeményen az arcomba vágod azt,
hogy én milyen vagyok. Most, amikor már a spirituális úton valaki elindul, és elkezdi ezt megérteni, hogy mindenki tükör a számunkra, tehát olyan, hogy lelkitárs, aki kísér az úton, és az én feladatomnak a végrehajtását támogatja, vagy együtt, ugye a lélek, hogy gyűjti az információkat. Ez a csukottatós lelkitárs. De nem csak az feltétlenül, mert mondjuk van egy házasság, ahol esetleg mint kutya-macska úgy él együtt a férj és feleség, mert kőkeményen az a feladatuk, hogy a tükröt tartva egymásnak ezekből kiszedjék egymást. De ebben az mindennapos, hétköznapi macerában, ezekben a küzdelmekben annyira belevesznek a szituációkba, hogy eszükbe sem jut, nem tudnak fölülről rálátni az ő saját életükre, hanem mint lelki társak, egymást megfojtva, rugdosva, nem a szeretett térben feltétlenül elkezdik hurcibálni egymást, amíg egyszer csak valamelyik ki nem lép ebből a ilyenkor írja helyzetből. A kedves néző, hogy hát nem lehet a lelkitársam, hogyha ennyi fájdalmat okozott nekem. Hát ugye? Lehet, nem hajlandó. Nem attól hajlandó. Még a lelkitárs, amíg nem oldják a feladatot. Nekem van egy tisztább csoport, ez a, és akkor most nem minősítsek meg, ez megint egy minősítés volt, a lélek család. Tehát amikor találkozok egy nővel, férfivel, teljesen mindegy, és annyira egymásra vagyunk hangolódva, mit tudom én, magyarság, küldetéstudat, az ős magyarság együttérzése, az őseink rezgés, stb. Amikor érzem, hogy ebből a, és ez nem csoporttudatosság, hanem egy lélekcsoport tartozási érzés, ami ott nagyon nincsenek kérdések, meg nincsenek ilyen torz tükrök, ha bár ezt már mindjárt megcáfolod, hogy ott mégis azért mennyire tudunk csoporttudatosságban is utálni más csoportokat. Na, ezek azért tisztában dolgoznak, mert én a spiritualitásról, meg a lélekszintről azért egy idő után levakarnám a hormonokat. Tehát igen. Az, hogy igazából én tisztán lássam a lelkitársamat, akkor el kell tudnom felejtenem azt, hogy hormonálisan milyen kapcsolatunk volt valaha, vagy vágyakozásunk a másik irányba. El kell szakadni attól, hogy ő egy társ, vagy valaki, ő egy rajtam kívülálló személy. Tehát őt egy az egybe az én tükrömnek kell látni. Ez a lélektárs, az ikerláng, a duálpár, ezek mind energiaminőségek, amik be tudnak kapcsolódni az életünk bizonyos szakaszaiba. Tehát valószínűleg, hogyha valaki lélektársunk, de hogyha ugye megtartjuk a problémák miatt, és nem tudjuk megoldani a feladatokat, megmarad az ego szintjén a kapcsolat, akkor a legnagyobb harc és az ellenségeskedés az ellenfelemmé válhat. Míg, hogyha én elfogadom azt, és megértem, hogy ő a tükröm, és magamon kell dolgozni, és ő azért van mellettem, hogy én ezeket felismerjem. Vagy azért nincs mellettem. Vagy azért nincs, pontosan. Így van. Vagy azért nincs, akkor tudunk ebből kijönni, feljebb jönni. És ezek a kapcsolódások, ez a lélektárs, ez egy fogalom. Amikor annak idején elszakadtunk az Istentől, vagy kiváltunk ebből, vagy az isteni létünkből kiváltunk, akkor többnyire ezen a földön egy nőként, vagy egy férfiként, tehát azért többségében egy nemű lényként, egy nemű fizikai testbe tudunk megjelenni. És a lélek, amikor emberi leszületett, akkor ketté vált. Mindenkinek van egy női lelki része, és egy férfi lelki része valahol a világban. És ezek a lelki társak ebből az ősi ösztönből, ebből az ősi vágyból, ebből az ősi szeretetből, hogy keresem a lélektársamat, hogy attól tudok egész lenni, állandóan keresik teljesen ösztönösen, ősi természetes módon a lélektársaikat, az ikerlángjukat. Az ikerlángra mondják azt, akiből egy van, hogy egy férfi testben, egy pedig egy női testben, és valahol a végtelenben ők egy közös forrásból származó tudat, egy közös tudatból származó lélek leválás, és ők, ahogy a spirituális úton, ahogy a lelki útjukon fejlődnek, egyre tudnak közelíteni, ahogy növekszik a rezgésszintjük, egyszer csak elérik azt a rezgésszintet, ahol ezt a minőséget, lélektársi vagy ikerláng energia minőséget meg tudják tapasztalni egymással. Nem lépünk itt át a spirituális ego kategóriában, amikor együtt rezgünk, magasan fölremegtünk és együtt. Ez is feladat, hogy amikor már valaki együtt rezeg és ikerlángja, azt gondolja, hogy az ikerlángjával találkozik, akkor ott is az a feladat, hogy önmagában legyen teljes. Tehát önmagában kell az ősmagot, a szeretetet megtalálni, hogy ne legyen szüksége, ugye, ahogy a másikra szükség van, megint jön a vágy, a ragaszkodás, el kell tudni engedni. Az ikerláng lehet megérkezik, megmutatja az ember arcába tolja egy az egybe a tükröt, hogy mivel van még neki dolga, karmikusan akár több évezrednek a fájdalmát, sebeit lehet begyógyítani, hogyha valaki ezt tudatosan megéli, és nem feltétlenül veszik bele
abba az ego szintű szerelembe, vagy szeretetbe, vagy a túláradó szeretetérzésbe és ragaszkodásba, amikor valaki nem a másiktól lesz teljes, hanem már önmagában, amikor már az ikerlángját is el tudja engedni szabadon, és önmagában meg tudja élni a teljességet, na utána jöhet létre az, hogy ő már úgy tud kapcsolódni bárkihez, bármelyik lelkitársához ebben az életben, ebben az inkarnációban, hogy az önmagában véve teljesen le tudta rakni minden feladatát, minden földi küldetését, illetve egy új küldetés veheti kezdetét, amiben, amit ő megtapasztalt, és ami úton ő átment, azt átadja az embereknek. Uh-huh. És talán ez a legmagasabb emberi minőség, ez az ikerlán kapcsolat, illetve az ikerlán kapcsolaton való túllépés, a legmagasabb emberi a lényeges minőség mondtad ki, itt a Földön. Akkor rájönnek, hogy mi úristen, akkor ikerlángok vagyunk, és akkor ennek is megvan a maga birtoklós aspektusa. Tehát, hogy felfedeztük, hogy, és innentől fogva már is jogokat gyakorlunk a másik mindenféle, nem volt jó szó, ez a jogokat gyakorlunk rá, de hogy a birtoklás az belekerül, mert pontosan ott a lényeg, hogy az egész ikerlángnak az a dolga, hogy te az önálló egységedet felfedezd, és ne függjél az ikerlángtól, hogy ezt a két gyertyát szét tudjuk szedni és külörakni. Nagyon jó, amikor egybe rocsogunk, de nem le... Ez nagyon fontos, amit mondtál, az egybe rocsogásnak azért, amikor ikerláng minőségek találkoznak, meg el is tudják engedni egymást, egymást érzik, nem, megszűnik a szeretetnek, a szerelemnek az a ragaszkodása, a vágy, a követel, hol voltál, ugye a kérdés, hogy a számon kérés, az elvárás, hogy mi csak együtt vagyunk teljesek. Amikor már ezen is túl tud valaki lépni, akkor ez a két ember, ha találkozik, ha két egész ember találkozik, ha két önmagában teljes ember találkozik, akkor annak nagyon nagy teremtő ereje van. Tehát ott jöhetnek létre olyan spirituális küldetések és olyan feladatok, ami nagyon jó példák lehetnek a többi ember számára. Mert ebből és a térből ez tudsz igazán ez a legtöbb, azt gondolom, amit itt a földi létezés során megélhetünk. Most azért nagyon divatos most ez a lélektárs és ez az ikerláng téma, nem csak feltétlenül spirituális körökben, mert a földbolygónak a rezgés szintje, hogy emelkedett, ténylegesen megjelentek a Földön ezek az energiák. Az, hogy mi ezt elérjük-e, hogyha valaki nem indul el a lelki fejlődése útján, egyszerűen nem tudja, nem is foglalkozik ezekkel a fogalmakkal, nem is tudja, hogy ez egy lélektárs lehet, nem is tudja, hogy mi ez az ikerláng téma. Tehát azért ehhez már egy tudatállapotnak kell lenni, ehhez már egy gondolatbeli változásnak kell lenni. Uh-huh. Egy gondolatot engedj meg. Az anyag önvalója, az a félelem principiuma. Tehát amíg a lelket bele lehetett ágyazni az anyagba, és az egész föld tudatszinten azért félelembe lehetett tartani, háború, pestisek, ti hülyék, buták vagytok, nem vagytok. Abban a pillanatban, ha megemelkedik a rezgésszint, és a lélek, mint szubstancia az anyagból képes kiáradni, elveszti az árnyék részét, ami a félelem és az anyaghoz kötődik, onnantól fogva egyértelműen, hogy a létezésünk dominanciájában ennek a rezgésszínnek, tehát a lélek dominanciának kell megjelennie. A lélek egyelőre nem képes még fizikai test nélkül létezni, bár tudjuk jól, hogy az emberi test, illetve a fizikai létezés egy csak átmeneti állapot Sri Aurobindo szerint, hogy a jellegi létezésünk ez. Na most egyelőre ezt én nagyon nem szeretnénk elengedni, de egyetlen egy csepp vízben képes ez a lélek megjelenni, és ugyanazt a tudati szintet elérni, aki most itt képes veled beszélgetni, de pontosan ennek az átmeneti állapotnak vagyunk a részei, hogy már a félelmet nagyon sok ember képes letenni. Ezért nagyon nagy esélyünk van rá, hogy az összes hülye proféciát, a világháborút, mert mindent el tudunk kerülni, mert az embereket már nem lehet hülyeségbe és félelembe tartani, és egy magasabb rezgés szinten élő világot nem lehet háborúba küldeni. Pont. Okay. És ezért óriási feladata van az, hogy a lélekkel, lélekcsaládokkal, lélektestvérekkel kezdjünk foglalkozni. És összekapcsolódni. És ezekben a tudati terekben már nem lehet hűíteni, és visszatolni a félelem, az anyag félelmébe az embereket. Igen. Egyrészt érdemes összekapcsolódni, tehát mindenkire érdemes odafigyelni, akinél már ezt érezzük esetleg, vagy felmerül a gyanú. Megérteni, hogy mi a feladat. Önmagunk tisztulása. Így van, ez tényleg egyébként így van, mert az elején ugye, akik szerződéssel vannak, vagy vérrokonságban vagyunk, nem cserélgethetjük őket, nem vehetünk újat a piacon.
utána jönnek azok, ahogy mi tisztulunk, és az önmagunk felé vezető úton elkezdjük megérteni a világ működését, azt, hogy a lelkünket is végre elkezdjük magunkba fogadni, akkor jelennek meg már egy kicsit a többiek is, akikkel nem feltétlenül vagyunk szerződésben, de mondjuk egy területen tapasztalunk, és ahogy találkozunk, elmeséljük egymásnak, hogy te hogy élted meg, én hogy éltem meg, a lélek már is gyűjti magába az információkat. Egyre jobban tisztulunk, még több feladatot, még több fájdalmat, sebezhetőséget, lelki beakadást, érzelmi beakadást le tudunk tenni, karmikus feladatokat tudunk letenni. És együtt kell az együtt rotyogás. És együtt kell rotyogni, így van. Minél többen együtt kell rotyogni egyszer csak. Csak nagyon kell vigyázni, hogy itt most ne kerüljünk bele megint a következő ego, a spirituális ego csapdájába, amikor ezt a legnagyobb szerelemnek éljük meg, amikor ehhez megint ragaszkodunk, megint elkezdjük a feltételeket szövegetni és állítgatni egymás felé, szépen, szabadon szárnyalni, mindenkinek el kell jutni, hogy önmagába véve éljen, önmagában, saját szívében tudja megélni a legnagyobb boldogságot, ezt a földi mennyországot ide tudja magának lehozni, egyedül is, még akkor is, ha most mondjuk én ebben a testben csak nő vagyok, és mondjuk a teljességhez szükség van esetleg egy férfira, vagy másik nemet, illetően ugyanez, akkor is meg kell tanulni azt, és meg kell tapasztalni önmagunkban teljesnek lenni, és utána lehet nagy dolgokat végigvinni, azt gondolom. De a legmagasabb ebben a földi gúnyában, ahogy szoktátok nevezni, talán ez a legnagyobb minőségű élet, amit meg tudunk. Képzeld el, hogy a lélektársak ugye gyönyörűen ott vannak egy szerelmetes kalickában. Most allegorikusan ők tök jót elcsipegetnek, jön a kendermag, felszedegeti, pedig már az ajtó nyitva van. És az, hogy elhiggyék azt, hogy ők külön-külön is képes, bármikor visszaszállt a kalitkába, nem lesz ez bezárva, de az, hogy kirepüljenek, és megtanuljanak repülni, ehhez két dolog kell. Az egyik megdöglik a kalitkába, igen, akkor kénytelen a másik elmenni. A másik az, hogy megjön a harmadik. Tehát, hogy valami módon mindig ki kell billenteni. Történnie kell. Na, ez a rotyogása. Nem maradt, tehát nem vegetálni jöttünk ide a földre. Tehát az, hogy ott turbékolunk a nyitott... Nem lehet. Így van. Ugyanez ez a szimptomája, amikor bebábozottál, de még nem váltál pillangóvá, igaz? És akkor odamész, és elkezded kihúzogatni a bábot. Utána a kiszállók is lepke az életképtelen. Tehát a saját maga tapasztalásával és tudásával kell ezt a burkot áttörni, hogy tudjál repülni. De most már ez a jó hír, hogy ki van nyitva a kalicka. Ki van nyitva, és egyre többen érzik ezt. Nagyon fontos egymás segítése, és nem arra felhasználni, mert ugye van ennek, ezen konkrét üzletág már a lélektársi ikerlángi kapcsolatok mágiával bevonzhatjuk, megteremthetjük tudatos teremtéssel ezeket a társakat. Aztán mit csinál az ilyen mágikus varázsló? És ugye itt van a következő karmikus feladatok, új karmikus feladatot csinál valószínűleg. Képzeld el, akinek benne van a tudás, és még erre használja, és ezért még pénzt is elfogad, hogy ez miket vesz magára ebbe az életbe. És arról nem is beszélve, hogy ezeket a spirituális lehetőségeket, mondjuk, hogy én kikiálltok, jön egy harmadik, én azt mondom, ő a lélektársam, és ezért leszámolok, ott hagyom a családot, felrúgok mindent. Ugye itt nagyon-nagyon sok, tehát azért itt észnél kell már lenni, vagy nem észnél lenni. Szívnél kell lenni, igen, a szívgondolkodásra áttérve szabad már csak ezekkel élni, és nem visszaélni. Hoppá, nagyon, nagyon képzett ezt is, köszönöm. Mert így van, tehát a spirituális felkészültséggel élni szabad, és nem visszaélni. Tehát, hogy aki ezt arra használja, hogy visszaél vele, azok óriásit kapnak. Tehát én ismerem, az úton közösen indultunk 90-ben egy páran, és azért sorsokat végigkövetve azért látom, hogy milyen pofonokat osztogatnak ki, aki nem tanulja meg az alázatot. Vagy bölcsé válsz, vagy gonosz törpévé, amikor megöregszel. Nagyon-nagyon nagy energiák mozdulnak már meg, amikor már ilyen lélektársi kerleng kapcsolódások jönnek létre. És ez nagyon-nagyon gyorsan jön hozzánk vissza az, amit okozunk a másiknak. Tényleg pillanatokon belül. A feldobott kő egyre gyorsabban hazatér. Egyre gyorsabban, igen, ez már nem kispályás jelenti. Azt hiszem, hogy elég sok új gondolatot föl kapcsolgattunk a drága kis lélek családunkba, ugye, mert aki VNTV néző, ez is egyfajta csoporttudatosság, hogyha fejszinten nézzük, de szívtérből nézve ez is egy lélek család már, tehát nem véletlenül kezdtük ezt el, nem véletlenül kerültél te is ide, és hányan kerültek már abba a székbe, ahol te ülsz, hogy azt a tudást, ami van náluk érzés szinten bármi, elmondják a többieknek, és ebből fejlődünk közösen. Voltak kezdetben olyan érzéseim, hogy úristen, hát mit fogok egy
pár év múlva beszélünk. És mindig megjön az újabb ember, az újabb téma, az újabb gondolat. És amíg nem mindjárt rotyogunk ebbe a jó kis szeretettel bizsergésben, amit VNTV-nek hívnak, bocsánat, addig igenis van dolgunk. És nektek meg az a dolgotok, hogy nézzétek ezeket a filmeket, osszátok, írjatok, kérdezzetek, beszéljetek. Köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy VNTV-t néztek, néznek, és korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portjáin láthatjátok. Most 2015. július vége van, ősztön nagy meglepetésekkel várunk benneteket. Viszontlátásra! Szeretnéd családtagjait otthonában gyógyítani? A Széflézer segít önnek ebben. A pelenka kiütéstől a nagypapa hátfájásáig, valamint a házi kedvencek betegségeinek kezelésére hatékony megoldást nyújt. Manapság már a háztartás fontos része, mint a lázmérő vagy a C-vitamin. Széflézer a családgyógyító fénye. Részletes információ www.széflézer.info.